Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Fehérvári Beszélgetések című műsorunkban annyi érdekes embert és annyi érdekes köztünk élőt tudtunk már bemutatni. Mindig nagy öröm, amikor ráakadunk egy-egy igazi különlegesen élő és különleges tudást elsajátító embertársunkra, mondhatni azt is, hogy lakótársunkra, hiszen itt él Székesfehérváron a következő vendégünk is, akit nagy-nagy szeretettel köszöntök, ő pedig Dérvirág Borbála. Köszöntök mindenkit, örülök, hogy itt lehetek. Igazság szerint az arcodat és a munkáidat azért Fehérváron már ismerik, hiszen mint ékszerkészítő megjelentél már vásárokon, kiállításokon, de azért nem vagyok benne biztos, hogy mindenki tudja rólad. Ezt meg kell néznem, mert két napig gyakoroltam a szót. Asszirológus vagy? Igen. Gyakorlatilag történész és nyelvész, aki egy bizonyos ókori korszakra koncentrálódik. El fogunk jutni idáig mindenképpen. Portrébeszélgetésre vállalkoztunk, úgyhogy kezdjük ott, ahol egy portré, ahol egy emberi élet kezdődik. Törzsgyökeres székesfehérvári vagy? Igen, bár nem itt születtem, de a szüleim mindig is itt laktak, és itt nőttem fel. Milyen iskolákba jártál? Először a Velinszky, ami most Németh László általános iskola, a Kígyós suli, aztán a Teleki Blanka gimnáziumba jártam, utána kerültem ugye az ELTE-re, a asszíriológia szakra. Nyilván érdekes lehet, hogy ezt a szakot hogy tudja egy nagyon fiatal ember választani. Mikor fordult meg a fejedben először, hogy ilyen szakra menj? Furán fog hangozni, de csak akkor, amikor megláttam a választató szaklistát. Tehát ez olyan volt, amit korábban nem láttam. Tehát egyiptológus, hát arról mindenki hallott. Magyarországnak nagyon jó egyiptológusai vannak, és sok ásatást vezetünk. És ott volt mellette, hogy ókori és keleti nyelvek és kultúrák, egyiptológus, alatta asszíriológus. Hát, kíváncsi voltam. Tehát pillanatnyelmezavar volt háromszor. Tehát bejelöltem, az első helyre tettem, és amikor lehetett választani, ott is hagytam. Ugye max pontos voltam, az első helyre vettek föl. Hogy fogadta mindezt a környezetet? Hát például a szüleid. Ők nagyon büszkék voltak, nagyon örültek is neki, mert nagyon kevesen jutottunk be. 7 ember kezdte az első évet. Valójában nem csodálom, de az, hogy megértsük, hogy milyen irányban indultál el, és miért ebben az irányban, ahhoz talán érdemes volna tudni, hogy milyen családba születtél. Hát mondhatni művészbe, bár nem mindenki egyértelműen fejezi ki ezt a művészi készségét, de ugye édesapám rendőr, édesanyám a katasztrófavédelemtől vonult nyugdíjba, de a nagynéném írónő, és a sokan ismerjük. És Dér Adrián festőművész, képzőművész, pedig az unokatestvérem. Tehát azért a művész véna az benne volt, és ez megjelent kisiskolás korodban is? Igen, általános iskolás korom óta jártam képzőművészeti szakkörre, különböző agyakozó szakkörtől, a szalmafonóig, a Rózsavölgyi Ágnesnél, mentoromnál ugye képszövést tanultam, tehát mindig is ott volt ez, mindig is csináltam valamit. És a történelem foglalkoztatott? Igen, mindig is különös volt. Ugye az ember hol kezdi el ezt, hol kezdi a történelem tanulást? A meséknél. Én mindig is olvastam, 4 éves korom óta folyékonyan. Ez sajnos meg is látszik a könyveinkem. 4 évesen már olvastál? Igen, az óvónőim bizonyára emlékeznek rá, mert jó néhányszor nekem volt a feladatom, hogy felolvasni a mesét a csoportnak. Ezek szerint jól is olvastál akkor. Igen, és ezt nem hagytam abba, máig se. És nyilván ez segített. Tehát akkor eljutottunk odáig, hogy érettségi után ezt az asszirológus szakot választottad. Mit gondoltál, mi lesz belőled, ha nagy leszel, ha ezt elvégzed? Ó, hát akkor azt hittem, hogy ott fogok maradni az egyetemen és tanítani. Tehát erre készültél? Igen, annyira kicsi a szak, hogy csak a saját utánpótlását termeli ki. Hát, nem így lett, de nem bánom. Mi mindent tanultál meg, mert ha jól tudom, pont ennek a szaknak köszönhetően 8 nyelvet értesz? Igen, tehát muszáj volt ugye eleve angolul tudni, hogy felvegyenek igazából. Igen.
de a szakirodalmunk németül, olaszul, franciául van, néha még japán szövegeket is kellett emiatt értelmezni, olvasni, és hát ugye ahhoz, hogy valaki tudja ezeket a táblákat olvasni, értelmezni, ahhoz meg kell tanulni sumerül, meg kell tanulni akkádul, és kötelezően kellett legalább egy ókori vagy keleti nyelvet választani, nálam ez ugye a klasszikus szír lett. De egy-egy fél évet, egy-egy leckét hallgattunk sok más nyelvből is. Felsoroltak közül van olyan, ami már nem is élő nyelv, ugye? Igen. Ja, és hát ugye a latin és az ógörög, ami szintén kötelező, de latin már ugye gimnázium óta. Azért ez egy egyszerű halandónak elképesztő, és hatalmas nagy tudás összeszedni 5 év alatt gyakorlatilag. Melyek azok a nyelvek, amiken meg is élsz? Tehát nem csak a szaknyelvét tudod, hanem ha kell, akkor beszélsz is. Az csak az angol, amit tökéletesen. Japánul is elpötyögök, de ott azért nagyon komoly problémáim vannak. Egyszerűen túl összetett a nyelv ahhoz, hogy egy magamfajta gaijin meg tudja tanulni tökéletesen. Olaszul is szoktam társalogni, főleg ugye azért, mert gyakran megyünk oda nyaralni. De... És ezeket tudod is használni? Igen. Ugye a holt nyelveket értelemszerűen nem beszélhetjük. Hát ha csak nem hasonló, mondjuk egy évfolyam találkozó esetében. Na, ezt még soha nem csináltunk. Hát ha adtam. Attól azért tartanék. Hát ha adtam egy ötletet. Hogy lehetett ennyi nyelvet megtanulni? Az a típus vagy, aki rengeteget tud görnyedni a könyv felett és magol, vagy egyszerűen tapad? Inkább tapad. Értelmezni kellett megtanulni, és onnantól kezdve meg már könnyen megy a flektálások, vagy az, hogy egy szó hogyan változik több nyelvben, amiket azért úgy lehet látni a gyökerét, lehet értelmezni. Tehát így is, hogy ugye nem tudok spanyolul például, nem tudnak eladni, mert megérti az ember. Találkoztam olyan román szöveggel, amit tudtam könnyen értelmezni, és kiszűrni belőle a szükséges adatokat. Tehát ez nem magolás. Azt sajnos a mai napig nem sajátítottam el. Tehát várhatóan hatalmas nagy nyelvérzékkel rendelkezel. Tehát akkor, nem illetőleg. Amit tanultatok, ezek a nyelvek és emellett? Ezen túl csak úgy magamtól nem nagyon állok neki. Na jó, talán ugye a japán volt az, ami tényleg az már, hogy az egyszerűen kellett. Mint ahogy ugye az angolt is azért tanultam meg elsősorban, mert szerettem játszani, szerettem olvasni, szerettem volna filmeket nézni, és egyszerűen nem volt magyarul. De ilyenkor mit csinál az ember? Adaptálódik. És a japánból a betűket is ismered? Tehát ha kell írni is tudsz, és olvasni is tudsz. Elsősorban levelezek most így. Nyilván a kanjikkal nagy bajban vagyok. És néha olyankor is azt használom, amikor nem kéne, ebből vannak félreértések. Elboldogulok. Nem nagyon jól, de elboldogulok. Elképesztő, irigyellek érte, bevallom őszintén, de biztos, hogy nagyon sok munka van mögötte. A nyelveken kívül mit adott még az egyetem? Mentális rugalmasságot. Nem tudom ezt jobban megfogalmazni, tehát sokkal könnyebben átlátom a káoszt, sokkal könnyebben ki tudok szűrni adatokat egy rendszerből, és jobban tudom elolvasni a csúnya kézírás, mint előtte. Amíg nem találkozott az ember óbabiloni szöveggel, amit egy rusnya kézírású írnok írt, addig nem látott csúnya kézírást. Akkor gyógyszerésznek is jó lettél volna. Előfordulhat. Jól megértette, tényleg a latint is érted? Igen, hát kell. Ugye a nyelvészeti struktúrákat többnyire latinul oktatják. És azért hozzá kell tennem, hogy Svetoniust vagy Titus Livius-t sokkal szórakoztatóbb eredetiben olvasni, vagy ugye a Miles Gloriosus, a 72 katonát, mint némelyik magyar fordítást. Vannak nagyon jók, de... Ilyen tudás mellett kevesen képzelik el, hogy valójában mi is a hobbid, ami most már megélhetést is ad, de ha jól tudom, gyerekkorod óta, és itt megint egy olyan kifejezés, amit meg kellett néznem, meglepetést is okozott, itt elmondom a nézőknek, ugye, azt a kifejezést találtam világ neve mellett, hogy anime. Én mentem azonnal kutakodni az internetre, hogy vajon ez mit jelent, biztos valami a történelemmel kapcsolatos, és erre kiderült, hogy az a figura, amiből egy dobozt látunk is az asztalon itt, ez hogy jött az életedbe?
gyerekkori szórakozásként volt egy pattásnőm általános iskolában, aki ilyeneket rajzolgatott. Ugye, hát ezzel mondjuk elárulom a koromat, de a mi időnkben ugye a Dragon Ball, a Sailor Moon, a Mira Superstar, tehát ezek már régen mentek, tehát már nem csak a Nils Holgersson, mint anime volt a tévében, hanem ezek is. A pattásnőm mindig ezeket rajzolgatta, és hát én kíváncsi voltam, mi ez? Így kezdődött, aztán egy másik barátnőm bemutatott az Inuyasának, amit ráadásul akkor nem is lehetett magyar felirattal megtalálni. Ez szintén egy animációs film, csak hogy milyen egyszerű halandók is értsünk téged, igen. És onnantól kezdve elvesztem, kész. Beszippantott, és ez, hát ebből még mindig nem nőttem fel. A felvétel előtt beszélgettünk róla, és ez még mindig forog a fejemben, hogy ismerlek meg, egy kis ékszerdobozról van szó, egy nagyon-nagyon okos ékszerdobozról, hogy tudjuk ezt összetenni azzal az animációs filmmel, ami nekem inkább egy kicsit agresszív. Vagy csak azért, mert nem ismerem eléggé? Én úgy gondolom, hogy igen. Persze elismerem, hogy a nagy része azoknak, amiket látnak a tévében az emberek, azok tényleg elég agresszívek. De egyszerűen a nagy részük nem a jó korosztályi kategóriába helyeződik be. Ezeket általában idősebb tinédzsereknek szánják, nem gyerekeknek. Illetve azt azért el kell ismernem, hogy van egy japán koncepció, ami talán rám is alkalmazható. Igen? Sejembe rejtett a cél. Igen, ahhoz meg kell ismerni, és nem csak rám nézni, de én azért tudok erőszakos és agresszív is lenni. Ez remélhetőleg nem a másik foglalkozásoddal összekötött, és most nagyon messze megyünk az egyetemtől, mert én már a masszázsra gondoltam, de mielőtt ide megérkeznénk, tehát egyetemet elvégezted, megkaptad az asszirológiai és héber, azt még nem is emlegetted. Nem. Ez csak az IKER szak neve. Tehát a hebraisztikát én nem végeztem azt el. Nem végezted el? Én történelmi minort végeztem, történelem tanári minort egészen konkrétan mellé. Megkaptad a diplomádat, és hogyan tovább? Tehát mi volt a terv, hogy akkor most tanítani készültél, de nem tanítasz? Hát végül is egyébként tanítottam, csak igen? Nem egészen úgy, ahogy elképzeltem. Egyszerűen volt egy időszakom, amikor egyáltalán nem tudtam, hogy mit akarok. Annyira összekavarodott minden bennem a fejemben, iszonyatos stressz lett belőle, és muszáj volt valami más csinálnom. Úgyhogy elvállaltam egy akkor még diák munkát, és utána felajánlottak nekem egy lehetőséget a Tűr István Kutatóintézetben. Hát nem biztos, hogy annyira jó emlékű programról van szó, de én nagyon élveztem. Közfoglalkoztatottaknak kellett alapkompetencia képzést tartani. Ebben az esetben ez nálam sajnos azt is jelentette, hogy volt olyan ember, akit írni, olvasni kellett megtanítani. Hát nem volt nagyobb egy egyszerű feladat. Nagyon, nagyon, de szerencsére az, hogy már volt gyakorlatom. Ez azt jelentette, hogy nálunk azért egész sokan elvégezték. És többet is tanultak, mint amennyi az alaptantervben szerepelt. Utána hát végig valamilyen oktató, előadó szerep volt gyakorlatilag az összes munkámban, talán csak az utolsóban nem. És többnyire felnőtteket tanítottál? Igen. Hát néha idősebb tinédzsereket, de mindig is felnőtteket. Mi kellett ahhoz, hogy velük tudjál dolgozni? Tisztelet. Tehát nem csak úgy kellett rájuk nézni, mint akiket meg kell tanítani valakire, hanem egyszerűen úgy kellett kezelni, mint egy egyenrangú felet. Ez volt a trükköd? Ezzel tudtad elfogadtatni magad? Igen. Hogy így próbálkoztál? Persze, ugye annyira azért nem volt egyszerű. Igen. Mert vagy 10 éve fiatalabbnak tűnsz, mint amennyi vagy, és ezt gondolom igen. Akkor is így volt. Igen, hát ennek azért volt egy ilyen különös meglepetés párosa is, hogy ugye sokszor előfordult, hogy akiket oktattam, azok sokkal idősebbek voltak nálam. A lányuk lehettem volna. Volt, akinek az unokája volt olyan idős, mint én.
Úgyhogy ez valahogy úgy ott volt, hogy tanárnő kérem, és valahol ott, hogy jaj, kicsim, olyan sovány vagy, eszel te rendesen? Úgyhogy meglehetősen vegyes érzelmi kategória volt. De egyszerűen azzal, hogy nem lekezelően bánik az ember egy másik emberrel, azzal rengeteget elér. És mi jött a tanítás után? Utána jött az, hogy a katonai emlékparkban dolgoztam, Pákozdom. Ott mi volt a feladatod? Specialista. Valójában egyébként én is tartottam tárlatvezetést, dolgoztam különböző kiadványokon, tehát készítettünk feladatlapokat, gyűjteményeket a gyerekeknek, és egy fejlesztési tervet is összeraktunk. Utána megint mondjuk úgy, hogy oktattam, az Eko Innovációs Műhelynél voltam, ugye mentor, tréner. Utána pedig logisztika, ami aztán tényleg teljesen távol került attól, amit valaha is csináltam. Ez volt talán a legizgalmasabb élmény. Mindez szerinted az utat keresése? Igen. Úgy gondolod? Igen. Tehát, hogy mindegyiknek megvolt valami értelme, és mindegyikből vontál-e valami következtetést? Mindenhol rengeteget tanultam. Én legalábbis úgy értékeltem. És aztán az egy egyetemi diplomával jött a masszázs. Az valójában nagyon régóta párhuzamos foglalatosság volt. Ugye édesanyám a Bonafigura műhelynek a masszőre, és hát én pici korom óta, ugye nagynéném is masszírozott, mindenki mutatta, hogy kell csinálni, és én mindig is csináltam. Mindig azt mondják, hogy jó kezem volt hozzá. Aztán elvégeztem ugye a megfelelő tanfolyamot, és egyszer édesanyám megkérdezte, hogy átvennék-e egy-két embert. Igent mondtam, és munka mellett ez folyamatosan egy remek. Én akkor is hobbinak értékeltem, most is, de nagyon élvezetes volt. Melyik ágát űzöd a masszázsnak? Mélyszöveti svéd masszázs, tehát sportmasszázs igazából, hogyha így lehet nevezni, tehát jól átgyúrom, kimozgatom a pácienseimet. És akkor itt az ideje, hogy megérkezzünk az ékszerekhez. Említetted, hogy már gyerekként kézműveskedtél, akkor az ékszerek már megjelentek az életedben? Igen, minden gyerek szerintem először azt csinál, mint ugye a kisfiú, aki az anyjának csinálja a gyűrűt, vagy a koszorút a fűzfaágból, ugye mi medálokat fűztünk, gyöngyöztünk, díszítettünk, és amikor újra elkezdtem komolyan a hobbival, kézműveskedéssel foglalkozni, akkor valami szépet akartam magamnak csinálni. Sikerült. Mihez nyúltál először? Mert most ugye tudjuk, hogy fém tárgyakról úgy van leírva, hogy drót. Drót. Mihez nyúltál először? Éppen a dróthoz. Bár elismerem, nem ehhez a minőségűhöz, nem ehhez a fajtához, de volt egy tekercsnyi, talán forrasztón, amit le tudtam apám készletéből nyúlni, mert nem volt rá éppen szüksége, meg talán kerítésjavító drót volt az, és üveggyöngyök, ezek a kis lapos díszítő dekorkavicsok, és azt próbáltam befoglalni. Hát nem egészen olyanra, mint amit korábban láttam, mert az igazából egy kész fémfoglalat volt, amire ráhajtogatták a drótot, de valami hasonlót akartam csinálni. Annyira azért nem lett szép, de hordható lett. Kíváncsi lennék rá egyébként, hogy lehet ezeket az ékszereket úgy összerakni, hogy nyoma nincs rajtad. Kérdeztem is, mikor megjöttél a kezed, mert én arra számítottam, hogy kérges, agyonbögdösött, beszürkült ujjacskáid lesznek, és abszolút semmi nyoma. Igen, igen. Hát nekem sokkal erősebb ujjaim vannak, mint az átlagnak, ezt nagyon sokan megjegyezték. Illetve azért én használok szerszámot, tehát amikor ezeket a finom kis végeket hajlítom be, ezeket a szemeket csinálom, akkor ahhoz van egy speciális fogóm, ami le van kerekítve belül, gyöngyös fogó igazából. De tehát tényleg csak kézügyesség kérdése. Nyilván az ékszerkészítés tervezéssel indul. Van valami stílusod, ami egyedi, ami alapján tervezed az ékszereidet?
Azt mondják, igen, én még nem vettem észre. Szeretem ezeket az indákat, szeretem a lekerekített formákat. Persze van, amikor a gyöngy, a kő teljesen más követel. Van, amikor teljesen előre megtervezem a darabjaimat, és van olyan, amikor egyszerűen csak hagyom, hogy amit a kezemben tartok, az diktálja, hogy mi legyen. Megoszlanak a vélemények, hogy melyik a jobb, én mind a kettőt szeretem. Mennyi időt töltesz ékszerkészítéssel? Változó, nagyon változó. Van, amikor hetekig hozzá se nyúlok semmihez. Teljesen más lebeg a szemeim előtt, és van, amikor tényleg egész nap leülök, és csinálom egyiket a másik után. A legutóbbi nagy maratoni ékszerkészítésem az 3 nap alatt 18 óra volt, de nagyon megérte az eredmény, különösen gyönyörű mennyasszonyi ékszerszett lett. Megrendelésre? Megrendelésre, egy nagyon speciális ékszer, egy nagyon speciális hölgynek. Ékszerkészítés közben mind gondolkozol? Mindig másom. Van, amikor egy történetet mesélek közben magamnak. Van, amikor azt képzelem magam elé, hogy milyen lesz, amikor fölveszi. Akkor általában sokkal többet is változtatok menet közben. Van, amikor egyszerűen semmire nem gondolok, csak hagyom, hogy mozogjanak a kezeim. Kicsit másfajta élmény. Hogyha összerakjuk az animációs filmből maradt hobbidat, ugye az anime gyűjtést és az ékszereket, akkor megkapjuk a mostani elfogadtságodat, hiszen egy üzletben ezt a kettőt árulod, viszont az animációs főszereplővel kapcsolatban olvastam én, hogy ebből is ékszerek készülnek? Vannak ékszerek, amiket ők ihletnek, illetve én gyűjtöm azokat az ékszereket, amiket egy-egy sorozathoz kiadtak. Minden filmnek, minden könyvnek, aminek nagyobb a fogadtatása, nagyobb a rajongói köre, előbb-utóbb kiadják a hozzájuk kapcsolódó tárgyakat. Én ezeket gyűjtöm, nagyon sokan gyűjtik ezeket, akkor már egyszerűbb, hogyha megosztozunk rajtuk. És én nagyon szeretem terjeszteni, még akkor is, hogyha ez most nem egy szerencsés kifejezés ilyen időben, de szeretem terjeszteni, amit szeretek. Lassan-lassan elmúlik a 25 perc, amióta beszélgetünk, és én úgy érzem, hogy nem tudtam ráérezni, hogy ki is vagy valójában. Te megtaláltad már magad? Igen, azt hiszem, mesélő vagyok. És azt, hogy ezt hogy adom elő, milyen formában, az változik. Nem lehet, hogy ebből előbb-utóbb írás lesz? Hogy ezek a mesék? Én nagyon régóta írok. Már írod őket? De még... Semmi fiókba? Olyan. Fiókba. Publikáltam ugyan blogokon, volt saját honlapunk itt-ott, elég komoly rajongótáborral is, de könyvalakban még hivatalosan soha nem adták ki. Van ilyen vágyad? Természetesen van, de majd csak akkor, hogyha tényleg olyan, ami mindenkit érdekel, vagy legalább elég sok embert érdekel, és nem csak azt a baráti kört, aki a nyakamba liheg, hogy gyerünk, írjad már. A ékszerkészítés közben, amikor gondolkodol, megfogalmaztál már magadnak valami olyan vágyat, ami nagy vágy, de elérhető? Igazából, ahol most vagyok, az egy nagyon jó magad? Pont. Igen, tehát a boltom neve is ugye ezt tükrözi. Ikigály, ez egyfajta életcél, egy boldogságállapot, amit akkor tud elérni az ember, hogyha azt csinálja, ami hasznos másoknak, hasznos magának, a szenvedélye, és még meg is él belőle. Azt hiszem, ennél többet senki nem kívánhat. Ez gyönyörű végszó volt. Nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést. Én is köszönöm. Kívánom, hogy jól érezd magad még sokáig a környezetedben. Kedves nézőink, a műsor vendége Dér Virág Borbála volt. Köszönöm szépen, hogy velünk voltak. Viszontlátásra!